Ez egy családi vállalkozás. Feleségemmel indultunk, közel 61 évig együtt is voltunk, és utána ugye, mivel az első időben a családi házunk pincében volt, onnan alakultunk, onnan indultunk, és hát a gyerekek velünk nőttek, a cikkeinkkel nőttek, beleszülettek, és most, hogy így alakult a helyzetünk, maradtunk tovább családi vállalkozás. A lányom, a vejem és a két unokám. A legkülönbözőbb dolgokkal kezdtünk, a képeslevelez, a várfa, nem tudom, el sem tudom mondani, hogy mennyi mindennel. Emlékkönyvek, ez az állami vállalatok nem álltak velünk szóba. A kisipos nem szállíthatott az állami cégeknek. Voltak még az utazó kereskedők, akik télen, nyárban, múlva, sárba vitték papírzsákba a kisipasi termékeit. És akkor jött egy nagy áttörés. Hosszú idő után megcsináltuk a mozgófejű autós kutyát. Ez akkor egy nagyon nagy dolog volt, és hát az megalapozhatta a jövőnket, akkor jöttek a muncsicsik, a játékok, matchboxok, amivel elláttuk a keleti piacot, abból nagyon jól éltünk. De jött a rendszerváltoztatás, és akkor már nem voltunk érdekesek itthon. A játékok mellett elkezdtünk karácsonyfelüszeket játszani, és tulajdonképpen ez mentett meg bennünket. Versenyezni velük. Sokan megpróbálták, a nagy cégek is. Hát ezres munkással dolgoztak, nyugat-német gyárak is, és lejjebb adták. Próbálják utánozni, akinekat nem lehet. És én azt mondtam, hogy nem próbálok utánuk menni, hanem elkezdem a tényleg a hagyományos, a kézit, amit tényleg emberi kéz csinál. És ez így pillanatnyilag bevált, mert van egy réteg, és egyre több. Többen, akik ezt szeretik, és a minőséget. Amikor bejönnek a vevők, és nem kritikával fogadják el, hanem mondja, jaj, de szép. Ez mindennél többet ér. Én ugye már nem vagyok egy mai csibe, de mi mindig nagyon-nagyon szeretem, és nagyon élvezést csinálom.